Egy kis érdekesség, kuplunk használt kanyarodáskor, látjátok? Kuplunk felengedve, lábam kitéve. Figyeld, mennyivel megy a benzines. Látjátok? Figyeld, kényelmesen be tudom kanyarint. Kényelmesen. Látod? Figyelj, 10. Ja, nem mondhatom, hogy látom. Azt sem, hogy érted. Azt sem, hogy oké, megkapom az ilyen. Na, szóval azt akartam mondani, hogy megjönnek majd az új pedálgumik. Elvileg most megjöttek egyébként, képzeljétek el, mert az előbb hívott a futár. Úgy egy nagyon csúnya, nem tudom, olyan koszosnak tűnik, annyira nem koszos az a fék pedál se, de mindegy, így a kamera úgy adja vissza. Lényeg az, hogy kettesbe a benzines autó ilyen lassan kanyarodik. És ugye, ha emlékeztek rám, a dízelem, ugye a Peugeot, ami még ugye most megvan és ott áll a garázsban, az majdnem 20-szal ment, ugyanúgy felengedett kuplónál. És én ezért mondtam azt, hogy van egy-két olyan kereszteződés, Gödöllőn egyébként talán egy van, ahol kuplunggal kell csúsztatni, mert ilyen egyirányú, szűk, törött út, tudjátok, így meg van törve, érdekes íve van, szembe parkolnak, és ugye bekaszálhatsz könnyen, és ugye nagyon meglódul az az autó kettesbe. És akkor ilyenkor csúsztatott kuplunggal kell bekanyarodni, azaz a kuplungot nem engedheted fel teljesen. Ez előfordult akkor is, ha mondjuk jobbkezes utcát közelítesz meg, ugye nem elég fékkészelétben lenni, hanem a kuplungot is érdemes benyomni, hogyha meg kell állni, akkor ugye már annyira le kell vinni a sebességet. És nézd meg itt is, simán fölengedett kuplunggal el tudok kanyarodni kettesbe, mert nem gyorsul föl az autó. Tehát ez a sebesség, ez neked ilyenkor a barátod. Tehát zseniális egyébként. Egy ösztönből rányomtom azért, de nem kell. És akkor nézzétek meg, itt megyek megint egy kört. Jó, és egész élesen kanyarodok direkt, és nézd meg, szinte áll az autó. Tehát megkockáztatom, hogy a rutinpán azt talán menetet lehetne csinálni vele annyira itt felengedett kuplunggal. Annyira lassú az autó. Tehát magyarul ezt úgy hívjuk, hogy tanulóbarát. Most ugye ennek megvan a hátránya is, csak ugye azért mondom, mert ott is kaptam az ívet, hogy miért mondok olyat, hogy be kell nyomni a kuplungot kanyarodáskor. Én nem mondtam olyat, sőt mindig fel kell engedni, arra kell törekedni, hogy a talaj és a gumi között megfelelő kapcsolat meglegyen, és ugye ami nagyon fontos, hogy az autód ezáltal ugye lassul a kanyar előtt, de ugye a dízelnél, ahogy mondtam, autó függő, gumiméret függő, olyan 10-ig lassul, csak nem is tudom, mit csináljak, lehet, hogy be kellett volna állnom inkább. És ezáltal, csak hogy értsétek, még egyesbe is lassabb az autó, úgyhogy sokszor előfordul, mikor rutinozunk, hogy szinte áll az autó, és tényleg egy pici gázzal rá kell gyorsítani, ami egyébként nem baj, mert ugye megtanulja a tanuló a gáz használatát is, ugye finom menetben. Úgyhogy... Egyébként a fékhez nem rendeltem szerintem, csak egyet rendeltem, de majd leveszem és megtakarítom. Bár az a baj, hogy elég egy ilyen saras elsős nap, mint most, és már vége is. Le kellene vágnom a tujákat, mert már nem férek be tőlük. Látjátok, itt mindig ki kell centíznem. Itt már nem tudok kiszállni a tótól, vagy a virágoktól. És tessék, itt is van. Itt is van a csomag, ezt még megmutatom. Bármilyen uncsi is. Tessék, itt van az új pedál. Tetszik? Franco Nero? Jó van, illetve pedálgumi. Sziasztok!